Benkő György, autószerelő. Vállalkozó a vendégünk, akit nem az autószereléséről ismert meg a magyar közvélemény az utóbbi napokban, hanem arról, hogy ő készítette azokat a titkos hangfelvételeket, amelyek alapján a magyarok nyilai csoport tagját őrizetbe vették, és megakadályozta a rendőrség azokat a merényleteket, amelyeket MSZP-s politikusok, illetve aztán, mint később kiderült, sok más politikus ellen is terveztek annak idején. Ő most az utóbbi napokban, ha szabad ezt így mondanom, végig turnézze a különböző televíziókat, újságokat, interjúkat ad, a mai Népszavában is van egy oldalas interjú, holnap valamikor meg fog jelenni, vagy holnap után a Magyar Nemzetben is egy nagyobb interjú, amelyet tegnap készítettek önnel. Ennek a nagy nyitottságnak ön eddig milyen hátrányát tapasztalta? Hát kapok fenyegetéseket. De viszont... Mert azt gondoltam, hogy azért fenyegetés, ha még föl nem robbantották, le nem lőtték, azért fenyegetéseket biztos kap. De utalnak rá, hogy ez fog velem történni. Tehát azért itt a lelövés az a finomabbik, tehát azért itt a bőrből kifordítás, meg egyebek, tehát... Micsoda? Hát, hogy kifordítanak a saját bőrömből, tehát ilyeneket is kapok. Ja, értem, ilyen. Hát az eléggé nehezen. Meg valami népi bíróság elé akarnak vinni engem, meg nem tudom, tehát... És hogy kap fenyegetéseket? Levélben, e-mailen, telefonon? Mind a három forma. A levelet azt most kaptam pénteken, de hát azt szerintem egy 10 éves írta körülbelül, tehát Dunaújvárosból jött, ahol a halott édesanyámatnak írnak, de ők nem tudják, hogy meghalt, tehát ötször nyomtatta át a papíron, 14 éves agya lehetett az embernek körülbelül. Aha, és honnan tudják az e-mail címét meg a telefonját? Minden fönn van az interneten. Valaki fölrakta. De nem zavar, mert így legalább meg tudom mutatni, hogy én valódi vagyok, és nem egy kitalált személy. Igen, ezt minden interjújában elmondja, hogy ez fontos volt az ön számára. De miért volt ez olyan nagyon fontos? Azért, hogy az emberek lássák azt, hogy aki oda mer állni az igazsággal, az egy valós személy, és nem megint egy kitalált álhír ez az egész. Hanem egy valódi személy, és engem föl lehet hívni, meg lehet kérdezni tőlem, hogy ez hogy volt, és én nagyon szívesen mindenkinek elmondom, hogy ez hogy volt. Látja, milyen érdekes. Annak ellenére, hogy ön végig turnézze a médiát, mégis vannak olyan újságírók. Itt a műsor elején be is játszottam Lendvai Ildikónak, Stumpf Andrásnak azt a pár mondatát, amelyben hát tulajdonképpen kétségét fejezik ki a magyarok nyilaival kapcsolatban, hogy ez a szervezet egyáltalán létezik. Azt mondta, hogy ugye Gyurcsány Ferenc meg Szilvási György is riogatott mindenféle terrorfenyegetéssel annak idején. Hát most itt vagyunk a kampányban, most előkerül a terrorkártya, és rá kell szabadítani a bulvárra, vagy rá kell ereszteni a bulvárra valakit. Ez ön, úgyhogy így megy ez az egész. Szerintem rosszul gondolja. Tehát én ott voltam, ő nem volt ott. Ez egyik. A másik dolog, hogy én, amit személyesen tapasztaltam és láttam, az kétséget kizárja, hogy ez itt bármilyen álcáról vagy álszervezetről lett volna szó. Tehát ők ugyan fejlődő terroristák voltak, de szerintem az a terroristák. Mit ért, hogy fejlődő terroristák? Még nem értek ők a csúcsra, csak próbálkoztak. Tehát szerintem az Ecsődi úr, amikor lett volna az Ecsődi úr elleni támadás tavaly, meg több célpont ellen, mert akkor azt hiszem 6 célpont ellen, mert akkor azt hiszem 6 célpont lett volna, azért az a fegyver vagy lőszer mennyiség, amit vittünk volna magunkkal, azért az akkor már megmutatta volna az igazi arcát ennek a szervezetnek. És ezeket a lőszereket mennyi idő alatt szerezték be, hogy ilyen arzenállá fejlődött? A hangfelvételen például rajta van, amikor S. József mondja, hogy elmegy Bicskére, és beszerzi a lőszert pár nap alatt. Tehát, mert Bicskén van egy lőszerraktár, vagy nem, egy fegyverkereskedő? Nem, hát onnan szerezte elmondás alapján a Jobbikos bicskei volt elnöktől, vagy alelnöktől. Ja, aki azóta lemondott a mandátumára, hogy ne terhelje a személyes. De ő többször megszerepel a hangfelvételen, tehát ő benne volt. Ha már ezt a hangfelvételt említi, ez hogy készítette el? Mert én technikailag biztos nem vagyok olyan képzett, mint ön, de nem tudom elképzelni, hogy kell mobiltelefon a hangfelvételt készíteni úgy, hogy aki velem vagy mellettem ül egy kocsiba, az ne vegye ezt észre. Hát én úgy csináltam például, hogy ugye én tudtam, hogy őt hazaviszem, vagy jön, vagy én viszem edzésre, tehát
És akkor előtte én kimentem, megvártam a kocsiba, amikor láttam, hogy jön ki a kapun, bekapcsoltam a felvételt, leraktam a telefont lefordítva a középkonzolra, vagy a váltóboxra, és akkor menet közben fölvettem, és amikor hazavittük, akkor megint beszéltünk, tehát még mindig beszélgettünk, és állóautóba folytatódott a rögzítés. Tehát itt vannak egyórás felvételek is. Aha. És az olyan jó minőségű lefordított mobiltelefonnal, hogy ezt aztán a rendőrség tökéletesen tudta használni? Persze, de ugye, hát azért az eredeti felvételen hallatszanak a motorhangok, na de ezt egy hangmérnök le tudja tisztázni, úgy, ahogy a kereskedelmi tévék is letisztázták, de az eredeti hangfelvételen rajta van, ahogy a motorhang, stb. És ez melyik gombot kell megnyomni a mobilon ehhez? Érintőképernyős.